Mivel valaki a figyelmembe ajánlott, ezért megnéztem ezt a videót. Ez ugye Reveal Hidden Reality, és valahogy úgy éreztem, hogy mindenképpen reagálnom kell rá. Nem különösebben azért, mert érdekel a véleményük, hanem azért, mert az igazság érdekel. Minden, ami az elmúlt nagyjából 2 évben történt az Infobubble csatornán, azért volt, hogy az igazság kiderüljön az emberek számára. És ez ugyanezt a célt szolgálja ez a videó. Én egyébként mentségemre legyen szólva, többször írtam nekik, hogy hajlandó vagyok velük megbeszélni ezeket a dolgokat, rögzítetjük a beszélgetést, mindenki elmondja az érveit az írások alapján bizonyos témákról, és akkor az emberek láthatják, hogy mi az, amit az írások mondanak, mint ahogy most is fogjátok, és ahogy minden egyes videóban eddig láttátok itt. Ez a videó, vagy az ehhez hasonlók nem arról szólnak, hogy én megpróbálom védeni az én álláspontomat, hiszen szerintem nem kell védeni. Egyértelmű az, ami le van írva. Az összes videó, amit itt láthattatok kivétel nélkül, arról szólt, hogy bemutattam a verseket a témákhoz, és azt hiszem, hogy ez azt kell, hogy mondjam, hogy példa nélküli a YouTube-on. Nem azért, mert én olyan nagyszerű vagyok, hanem mert az atya megmutatta, hogy mi az igazság. És minden dicsőség Jahuáé, a teremtő atyáé, Jahusha Hamásiák nevében. És van neve, és nekünk tudnunk kell a nevét, és használnunk kell a nevét. Ugyanúgy, ahogy van Sabbat nap, mind a mai napig, és nekünk be kell tartanunk a Sabbat napot. Anélkül nincsen szövetségben helyünk. Ugyanez vonatkozik a megfelelő bemerítésre, az étkezési szabályokra, körülmetélésre, minden instrukcióra, melyet az atya megadott az ő torájában, mely az ő útmutatása ahhoz, hogy hogyan kell viselkednie annak, aki az ő gyermeke. De hogy ne filozofáljak, ahogyan ők csinálják, minden alkalommal nézzük meg, hogy mi az, amit a Teremtő mond, az ő profétái és az ő kiválasztott kodás vagy szent emberein keresztül. Ez Misli példabeszédek 28. És ez mindenkire vonatkozik, aki magát a Másiák követőjének vallja, és aki azt gondolja, hogy ő a Teremtő gyermeke. Valaki elfordítja az ő fülét, a törvénynek hallásától annak könyörgése is utálatos. Utálatos, azaz nem hallgattatik meg. Hiszen utálatos, mivel nem engedelmes. A törvény egyébként tora, azaz oktatás, vagy tanítás, vagy útmutatás. A Teremtő ezen keresztül oktatja az ő gyermekét. Így tanítja, mint egy jó szülő. Így képzi, vagy így ad neki instrukciókat. Ez egyfajta magatartás, vagy viselkedés, amelyet ő elvár attól, aki az ő gyermekének mondja magát. Úgyhogy Reveal Hidden Reality-ék, mikor azt tanítják, hogy a törvény ránk nem vonatkozik, pontosan ugyanazt mondják, amit a kígyó mondott a kertben, hogy bizony nem fogsz meghalni, és hogy valóban azt mondta-e Elohim. Nézzük, mit írt Dávid vagy Daúd. Salamont ugye láttuk példabeszédben. Nézzük, mit írt Daúd vagy Dávid a 119-es Zsoltárban. Jahua, örökké megmarad a te igéd Samaimban vagy a mennyben. A te igéd ez Dabár. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért fontos a Dabár, mert azt sem értik, hogy a 10 parancsolat és a törvények az 2 külön dolog. A 10 parancsolat az 10 Dabarim, 10 szó. A törvények és a parancsolatok, melyekről beszél a Tanák, az 2 külön fogalom a Dabártól. De ezt meg fogjuk érteni később, hogy miért fontos. Mitzvá, Mishpát, Tora és a Dabár, ezek különböző dolgok. Az ő igéje, Dabár, örökké megmarad Samaimban. Örökké annyit tesz, Olám, mindig vagy örökké. Folyton, örökös, örökké valóság, világkorszak.
nemzedékről nemzedékre. Nem csak, hogy örökké, hogyha esetleg valaki azt mondja, hogy ez csak egy időszak. Nem csak, hogy örökké, hanem nemzedékről nemzedékre. Van a te igazságod, és te erősítetted meg a földet, és áll az. Amikor ők tudatlanul azt mondják, hogy ez a 10 parancsolat, vagy ez más, meg csak ez, meg csak az, de még a 10 parancsolatnak is részei, akkor nem értik azt, amit mindezek az emberek itt próbálnak nekünk átadni, amiről tudjuk, hogy így szól Yahuwah. A te határozataidból pikud, szabály vagy elv, ugye ezt hozzáadhatjuk a mispát, micvá, torá, pikud, dabár, huká, ezek mind különböző verziói az ő utasításainak vagy instrukcióinak, melyeket együttesen torának hívunk. A te határozataidból leszek értelmes. Akkor hogyan, ezért nem értelmes az, amit mondanak, hiszen nem ebből jön, hanem a saját filozófiája mindegyiknek. Gyűlölöm azért a hamisságnak minden ösvényét. Hamisság pedig csalás, megtévesztés vagy félrevezetés. Az, amit ők csinálnak azzal, hogy azt mondják, hogy a teremtő szava megváltozott, és ez ránk nem érvényes. Az én lábamnak szövét neke a te igéd. Minek kellene valamit eltörölni, ami világosságban, a primitív, tudatlan világban, ami körülöttünk van. Ez egy szövétnek az ő igéje, de bár az ő szava. Ösvényemnek világosság. Ez az, ami vezet minket a világban, hogy mások legyünk, mint a többi ember, és mutathassuk az utat nekik. Ha ugyanúgy élünk, mint ők, ugyanazt esszük, ugyanúgy nem törődünk semmivel, amit leír az írás, akkor nem vagyunk különbözőek tőlük. Nézzük tovább. Megesküdtem és megállom, hogy megtartom a te igazságodnak ítéleteit. Ez az igazság, az ő szava, Yahuwah szava. Felette nagy nyomorúságban vagyok. Yahuwah, eleveníts meg a te igéd szerint. Akkor ezek szerint az ő igéje, az ő szava az, ami megelevenít. Minek kellene eltörölni, hogyha egyszer az ő szava az, ami megeleveníti az embert, ami életet ad? Azt mondja, hogy ez megeleveníti az embert, azaz életre kelti, feltámasztja a halálból az embert az ő szava. Yahuwah szava. Itt nem arról van szó, hogy a 10 parancsolat, vagy ez, vagy az, vagy amit én kiválasztok, vagy amit én akarok. Az ő szava az, ami feltámasztja az embert. Akkor, ha ugyan ezt mondja a megváltó, Jehukonon 17-es fejezet 17, szented meg őket a te igazságod, a te igéd igazság. Ugyan ezt mondja itt. Nem kiválogatta azt a 6-ot, ami neki szimpatikus volt, aztán elfelejtkezett az összes többiről, ugyanúgy, mint a keresztények. Azt mondják, hogy ők kijöttek Babilonból, mikor ugyanazt beszélik, csak egy másik verzióját annak. Ez az egyetlen igazság, az ő szava, ami örökre fel van írva a mennybe, és nem változik meg soha. Ez János 6:67. Mondta azért Jehusa 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Így felett Simon Kefa. Adonai, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Beszéd nem más, mint Rema. Mondás, megnyilatkozás, beszéd. Igen, nagybetűvel. Ha megnézzük, hogy a Héberben hogy szerepel, akkor láthatjuk, hogy dabár vagy davár, ugyanúgy, mint a 10, dabár, micva, parancsolat. Nála van az örök életnek beszéde. Nézzük meg, hogy mit mondott akkor, hogy hogyan lehet valakinek örök élete. Matthew 19:16, és ímé hozzájövén egy ember, mondta neki, Adonai, mi jó cselekedjem, hogy örök életet nyerjek. Azaz tudta, hogy cselekednie kell, nem csak ülni, azt mondogatni, mint ahogy ők mondják. Ő pedig mondta neki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy Elohim, azaz atya. Ha pedig be akarsz menni az életet, tartsd meg a parancsolatokat. Mely parancsolatokat? Entolé, parancsolat. Dabár. Ten dabarim, 10 dabarim, 10 parancsolat. A szó, micvá, parancsolat, mispát, rendelkezés, tora, utasítás, pikud, határozat. Akkor még mi kell, hogy megértsék ezek az emberek, hogy ő nem fog megváltozni attól, hogy mi össze-vissza akarunk enni, úgy akarunk élni, mint a pogányok körülöttünk, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók megváltozni. Megmondta, hogy mi az ő szava, megmondta, hogy nem változik. 100 000-szer elmondta, hogy nem fog megváltozni. Ennek ellenére ők azt mondják, hogy megváltozott. Mikor ide van leírva világosan, hogy mi az a parancsolat, amiről ő beszél. Ő nem a 10 parancsolatról beszél. Ez mindegyiket jelenti,
amelyiket megtalálhatjuk a Tanákban. Ezért alkalmazza ezt a szót mindegyiknek a helyettesítésére. Ugye felsorol néhányat, honnan a 10 parancsolatból, és csak azért, mert nem sorolja fel mind a 613-at, az nem azt jelenti, hogy az automatikusan mi azt csinálunk, amit akarunk. Ha minden alkalommal mindig leírnák, hogy ez a 613 még mindig ott van, és felsorolná őket, akkor 100 000 oldal lenne a könyv. Ez a 10 parancsolat. Ne őj, ne parázzak, hamis tanúbizonyságot ne tény. Ez így foglalhatatik össze, szerest fele barátodat, mint te magadat. Az egész logika egyébként teljesen perverz, amit alkalmaznak. Úgyhogy mindenki, aki Reveal Hidden Reality-t, meg a hasonló dolgokat követi, mindenki rossz úton jár. Ez nem egy ítélet, ez nem azt jelenti, hogy én mindent tudok, ez azt jelenti, hogy ők rossz úton járnak, és aki ezt nem látja, az nem akarja látni azért, mert ugyanúgy, ahogyan ők tovább akar járni azon az úton, ami kényelmes, azt gondolva, hogy majd ami a fejében van, az fogja őt megmenteni. Ha a ne őj, ne paráznák, hogy ne lopj, hamis tanúbizonyságot, ne tégy, tisztelt atyárat, anyát, összefoglalt egyik úgy, mint szeres vele barátodat, mint te magadat, mint ahogy így is van, ez a 10 parancsolat második rész, akkor hol van a fő parancsolat, és azt miért nem tartják meg? Itt van, Márk vagy Márkusz 12:28, mikor megkérdezik az írástudók, hogy melyik az első a parancsolatok között. Szeress fele barátodat, nem az első. Az, hogy ők állandóan arról beszélnek, hogy ők szeretik az Urat, hogy nekik mindenük a szó, hogy Jézus így meg úgy, ugyanezt mondja az összes keresztény, és nem csinál semmit. Mi a válasz erre? Minden parancsolatok között az első. Hald Izrael Jahua, a mi hatalmasságunk egy. Jahua, vagy Jahua, egy. Ez az első parancsolat. Nem az, hogy szeress vele barátot, mint te magadat, hanem ez az első. Akkor ez hogy nyilvánul meg? Nem sorolja fel nekik, mert ezek az emberek tudják, mert ők írástudók. Nem olyanok, mint ők, hogy a keresztény verziót viszik tovább, és azt mondják, hogy ők kijöttek Babilonból. Ők tudják, az írástudók, hogy mik a törvények, hogy mi a Tora, hogy mi az út. Szeresd azért Jahuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. Nem ez az egyetlen, ez a legfontosabb. Így érti azt, hogy első. De nézzük meg, Protosz, legelső, legrégebbi, legkorábbi, kezdeti, eredeti. Ez az, amit ő akart, az atya, hogy ez legyen az ember szívében. A második pedig szeress vele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Nem azt mondja, hogy nincs más parancsolat, azt mondja, hogy nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Akkor csak van más. Úgy csinálnak, mintha ez valami újdonság lenne, hogy felfedezték a keresztények a csövön a lukat 2000 évvel ezelőtt, hogy mostantól csak ölelgetni kell egymást, meg beszélni véget nem érő módon, filozofálni, az ostobaság, ami az ember fejében van, majd az megmenti. Le van írva, hogy ő mit akar. Ezért írt a Saul Római 10:17, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az ő Elohim igéje által. Aki nem hallja, nem olvas, az nem fog eljutni oda. Pont. Szeress fele barátod, mint te magadat, ez egy idézet. 3 Mózes, Vahikra 19:18, de hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy megnézze a kereszti hivatkozásokat, akkor ott lesz. Ez nem egy újdonság, ez mindig is így volt. Szeresd Jahuát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, szintén egy idézet, 5 Mózes 6:4-6. Ezek nem újdonságok, csak annak újdonság, aki nem tartja be azt, amit Saul mondott, hogy olvassa az írást, hogy közelebb kerüljön az atyához. A Ikra 3 Mózes 19:18 így szól, szeress fele barátot, mint te magadat, én vagyok Jahua. A rendeléseimet megtartsátok. Így szereti az ember a fele barátját. Szeresd fele barát, mint te magadat, innen származik az idézet. Ennél sokkal tovább megy az egész már akkor is. Olyan legyen nektek a jövevény Ger, aki ott tartózkodik, de nem izraelita, mintha közületek való benszülött volna, és szeresd azt, mint magadat. 1000 évvel azelőtt, hogy ők ezt kitalálták, a keresztények, hogy most már csak ölelgetik el az embereket az utcán, meg mondogatni, aztán minden jó lesz. Mindig is ez volt az elvárás. Mindig is ez volt, és most is ez. A parancsolatok az ő torája, az ő instrukciója, az útmutatása, az oktatása, a képzése, az a magatartás minta, ami megmutatja nekünk, hogy hogyan kell élnünk, és ez nem fog megváltozni. Aki nem úgy akar élni, abban nincs meg Ruach HaKodesh, a Szent Szellem, és az nem fog eljutni a végén oda, akármit is csinál.
Ha esetleg valakinek ez úgy hangzik, mint egy ítélet, akkor azért, mert ez az. Ez egy parancsolat, hogy ítéljük meg az embereket. Azért, mert különben nem tudnánk eldönteni, mi a jó és mi a rossz, ugyanúgy, mint a keresztények, vagy mint Revel Hidden Reality-k. Aki nem képes megítélni a jó és a rossz közti különbséget, az el fog veszni, mint ahogy ők is elvesztek a filozofálásban. Ez a másiák, ő parancsolja nekünk, hogy ítéljünk. Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Ez egy parancsolat a másiák szájából. Úgyhogy nem arról van szó, hogy nem lehet ítélni, hanem igaz ítélettel vagyunk kötelesek ítélni. Hiszen ha nem tesszük meg, akkor ugyanúgy fogunk bolyongani a világban tudatlanul, mint ahogy az emberiség nagy része. Ítélet egyébként krisis, megkülönböztetés vagy különbségtétel. Egy döntés, egy ítélet hozata. Az, hogy jó-e vagy rossz-e, amit hallunk, helyese vagy sem. Zabár, szó, ugyanúgy, amit eddig néztük. Mispát, micvá. Ez az, ami segít eldönteni, hogy jó úton járunk, vagy nem. Azért készül ennyi videó róluk, hogy figyelmeztessem azt a rengeteg embert, aki hallgatja őket, hogy az nem a helyes út, hogyha az ember úgy él, mint a pogányok, vagy mint a humanisták, vagy mint a hedonisták, hogy mindenféle dolog elfogadott meg össze-vissza, mint minden nép a történelem során, akit kiirtott a teremtő. Aki nem képes ezt megítélni, az azért van, mert nem akarja, vagy azért, mert nem tudja, hogy hogyan kell. Jahua szava, az ő torája, az útmutatása az, ami segít megítélni azt, hogy mi a helyes és mi a nem helyes. Aki nem tudja ezt, az nem fog tudni dönteni. Aki nem tudja, hogy mi az, amit a Tora mond az étkezésről, az össze fog enni minden szemetet, és így nem lesz tiszta, hanem utálatos lesz, tisztátalan lesz, és nem fog benne lakni egy idő után Ruach HaKodesh, a Szent Szellem. Mert ezt mondta az Atya, nem azért, mert én így gondolom, hanem mert ezt mondta. Másképp, hogy én így gondolom azért, mert ezt mondta. Ez még csak a bevezetés volt, úgyhogy sajnálom, hogy ilyen hosszúra nyúlt, de mindenkinek meg kell érteni azt, hogy ez az út, amiről ők beszélnek, ugyanolyan téves, mint a keresztény út, vagy bármely más változata annak. Mindenki, aki a Tora ellen beszél, az nem az atyától jött. Pont. Abban az ellenség magja van, és nem az, amit az atya elültetett. A mag maga az ige. Egyébként ezt is elmondja maga a másiák, Máté 13. fejezet. Miért nem beszélnek erről? Ti halljátok meg azért a magvető példázatot. Aki hallja az igét. Melyik igét? A 10 parancsolatot? Vagy abból is már csak 8, mert ugye a név mindegy, mert lehet Isten, meg Jézust, meg Urat, meg mindenféle dolgokat használni, az se számít. A sabát az nem számít, ugye, mert ezt eltörölte, meg azt már nem tudjuk, meg össze-vissza. Úgyhogy akkor végül is nem is a 10 parancsolatról van szó, csak már 8-ról. Valaki hallja a 8 parancsolatot a mennyek országáról, és nem érti, mint ahogy ők nem, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami a szívébe vetett. Mi vetetett a szívébe? Az ige. A szó. Mi az? Logosz. Az írás, vagy az ige nagybetűvel. Ha megnézzük, hogy mi a héber megfelelője ennek a szónak, akkor látjuk, hogy dabár, szó, 10 dabarim, 10 parancsolat, micva, parancsolat, kol, torah. Ha valaki hallja a Torát a mennyek országáról, és nem érti, mint ahogy a keresztények, meg a világ nagy része, eljön a gonosz, elkapja azt, ami a szívébe vetetett vala. Ez az, amely az út félre esett. Mint a legtöbb ember. Fellelkesedik, hall valamit, ó, Jézus eljött, mindenkiért meghalt, János 3.16, Galatákhoz 5.19. Viszlát! Ez az, akiről szól. Vagy ők például, aki nem érti. Azt mondja, hogy nem érti. Aki nem tudja összehozni. Szünémi. Összehozza. Nem érti, nem fogja fel. Van egy másik verzió, aki hallja az igét, és mindjárt örömmel fogja. Még mindig az igéről van szó. Nem arról, hogy mit gondolok, vagy mit érzek, vagy mit tudott a kereszténység, vagy Jézus. Arról van szó, hogy mi az ige. János 17 megmondja, te igéd az igazság. Nem azt mondja, hogy a 8 parancsolat, amit kiválasztunk, azt mondja, hogy te igéd az igazság, az összes, ami a mennyekben iratott mindörökre, ahogy Zsoltárok elmondja. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való, miért pedig nyomorgatás vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal megbotránkozik. Tövisek közé esik az, aki hallja az igét, de e világnak a gondja, és a gazdagság családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Úgy, ahogy ők, hallja az igét, de aztán egyszerűbb a világban élni. Mert ugye, akkor ehetek mindent, minden nap, teljesen mindegy, hogy mit csinálok.
ítélet napig kísérgethetik át az öreg nénit az úton, meg a panda macikat védhetik, egyik sem fog számítani a végén. Ezt megmondom mindenkinek most, nem azért, mert én így mondom, mindjárt megmutatom, hogy ki az, aki ezt mondja. De nézzük tovább, hogy mi az, amit az ellenség akar. Ami lehetséges, hogy elkerülte sokak figyelmét egyből az elején. Nem érti, mit csinál az ellenség, eljő, és elkapja azt, ami a szívébe vettetett vala. Ez az, amit az ellenség akar, hogy kivegye az igét az ember szívéből. És elküldi ilyeneket, akik mondanak rengeteg igazságot, ilyen óvodás szintűt, mint hogy 9-11, meg ilyen szimbólum, meg olyan szimbólum, meg a katolikusok, meg a mit tudom én még. Kiveszi a szívükből, ami oda vetteted, azért, mert ez az, ahogyan az ember el tud jutni a mennyek országába. Ide van leírva, világosan. A következő, mikor azt mondtam, hogy a pandamacik meg az öreg nénik átkísérése, nem én mondtam, ide van leírva az, hogy valaki nem érti, az az ő problémája. Nem minden, vagy mindenki, aki ezt mondja nekem, Adonai, Adonai, menjen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mert sokan mondják majd nekem azon a napon, mint ők is, Adonai, Adonai, nem a te nevedben profétáltunk? Jézus így, Jézus úgy, Isten, Úr, ő ezt akarja, az atya ezt akarja. Órákig lehet filozofálni arról, hogy szerintem mit akar. Az írás egyértelművé teszi, hogy mi az, amit az atya akar. Nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ördögök? Ez a videó erről szól. Ördögökről, hogy az ördögök, hogy az egy ördög, hogy nem ehetünk disznóhúst. Miféle pervers gondolkodás ez? De egyébként azt mondom, meg is érdemli. Aki ezt elhiszi, annak ellenére, ami le van írva, meg is érdemli. Aki azt hiszi, hogy az ellenség elküld egy ördögöt, hogy azt tanítsa az embereknek, hogy tisztán kell étkezzünk, hát az annak megbomlott az elméje, hogyha azt gondolja, hogy az ellenség visszavezeti az embert a Torához. És nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. Nem mentettük meg a pandamacikat, kísérgettük az öreg néniket, beszéltük reggeltől estig azt az ostobaságot, ami a fejünkben van. Ekkor majd vallást teszek nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok gonosztevők. Sohasem ismertelek titeket, távozzatok gonosztevők. Miért? Azért, mert anómia a gonosztevés, azaz törvénytelenség, törvénysértés, törvényszegés, törvény nélküli állapot. Azaz, amire ők tanítják az embereket. Egyébként ez nem más lesz, mint chata. Törvény megszegése. Vagy tojba, utálatosság. Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, gonosztevők. Az, aki nem a törvények, a tora szerint akar élni, az nem jó úton jár. Mit mond a 13-as versben? Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mint Revel Hidden Reality és a társaik, a keresztények, az összes többi. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Egész véletlenül a Tora jelentése az a jel, ami biztosítja a vezetőnek a kinyilatkoztatását. Az a jel, ami vezet minket az úton. Mit mondott Dávid a Zsoltárokban, 119-105, az én lábamnak szövétnek a te igéd, ösvényemnek világossága. Az ösvényének ez a világossága, az út, amely keskeny, azon vezet minket a Tora, az ő instrukciói. Ez az, ami vezet minket az úton. Mit mondott a Mássiák? Én vagyok az út, az élet, az igazság. Ő az az út. Ki volt ő? A szó, aki köztünk járt. Mennyi idő kell még, hogy az emberek összerakják, hogy mindenhol ugyanazt próbálja elmondani különböző formákban. Márk 4-es fejezet, ahol szintén a magvetőről van szó, egyébként egyértelművé teszi azt az utat, amelyet Revel Hidden Reality és az összes többi keresztény verzió hirdet. Csak a probléma az, hogy nem értik. De elmondja a másiák, hogy mi a helyzet ezzel az egészen. Miért problematikus az, ha nem értik? Nem csak ezt, hanem akkor így nyilván az összes többit nem fogják érteni. És így szól. Nektek adatot, hogy Elohim országának titkát tudjátok. A kívüllevőknek pedig példázatokban adatnak mindenek. Azaz nem értik? Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak, halván halljanak és ne értsenek. Hogy soha meg ne térjenek és bűneik meg ne bocsáttassanak. Tetszik vagy sem?
Aki a sabátot nem tartja meg, a nevet nem kutatja ki és nem használja. Azok, akik össze-vissza esznek mindent, akik azt hirdetik, hogy a Tora el van törölve vagy megváltozott, az mind ez a kategória, hiszen nem tudnak megtérni, mivel a megtérés azt jelenti, hogy az ember abba hagyja a bűnös útját. De egyébként itt van, hogyha venni a fáradtságot valaki, hogy megnézze, akkor látná azt, hogy epistrefó, odafordít, eltérít, megtérít, visszatérít, megfordul, visszatér, vagy megtér. Elfordul, vagy eltér, vagy megtér. Egy másik irányba indul el. Hogy a bűneik ne bocsátassanak meg. Bűn hamar tema, tévedés, vagy hiba. Ha megnézzük a görögöt, kiderül, hogy ez nem más, mint hatá, azaz elvejteni a célt. Nem értitek-e ezt a példázatot? Akkor mi módon értitek meg majd a többi példázatot? Azaz, aki ezt nem érti, mint ahogy ők nem értik, az nem fogja megérteni a többit sem. A magvető az igét hinti. Még hogy mondja el, még milyen formákban kellene, hogy elmondja, hogy Jahua szava, aki testet öltött, itt jár közöttük, próbálja visszavezetni őket magához, ezért mondja, hogy higgy bennem, hogy én vagyok az atya szava, és hogy amit ő mondott, az úgy lesz. Elhinti az igét, nem a 8 parancsolatot, vagy a 7 és felett, hanem elhinti az egész igét. Mi az ige? A Tora, már láthattuk, de megnézhetjük még egyszer, az ige nem más, mint logosz. Ha valakit érdekel, nézzük meg. De bár, mint szó, mint szvá, mint parancsolat, Tora, mint út, kol, mind visszautal arra az instrukció tömegre, vagy útmutatása, amelyet a Torában megtalálunk. Ezért nem értik így, nem értik az összes többit. Ezért, mikor hallgatja őket az ember, ezért van akkora káosz az egészben. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyest hallják, azonnal eljöjjön Satán, és elragadja szívükbe vetett igét. Mit foglalkozik Satán vele, hogyha teljesen mindegy, hogy mit csinálunk a 8 vagy a 7 és fél parancsolaton kívül? Mit érdekli őt, mikor a világ törvénye is az, hogy nem lehet ölni, lopni, nem lehet hazudni igazából, hogy az ember hosszú távon, mert előbb-utóbb úgyis bíróság elé kerül, a házasságtörést még egy fél normális társadalom is megveti. Azt, hogy a paráznaság el van fogadva, ez egy másik kérdés. De a házasságtörést még egy normális társadalom is elveti. Hogy azon kívül meg mi marad akkor még? Minek jönne el, hogy elvegye a szívükből az igét, mikor amúgy se lehet csinálni? De ennek ellenére Satán még mindig ezzel tölti az idejét, hogy elragadja az emberek szívéből az igét. Úgyhogy még egyszer mondom, ez nem ítélet felettük, egyáltalán nem érdekel, hogy mi az, amit csinálnak. Csak azt szeretném, hogy azok az emberek, akik hallgatják, és azt gondolják, hogy ez az igazság, megértsék, hogy az igazság az, ami le van írva, és az a teremtő szava, és az az, amit úgy hívnak, hogy Ószövetség. Természetes, hogy a Brit Hadasá, a megújó szövetség, vagy az új szövetség ugyanúgy része az egész idézőjelbe tett Bibliának. De amit nekünk tanulmányoznunk kellene, az a Tanák, hogy megértsük, hogy mi az, amit az Atya akar, és utána megértenénk, hogy hogyan kellene azt az életben megvalósítani, ahogyan azt a Mássiák tette engedelmességgel és alázottal. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.